Az Európai Unió azt tervezi, hogy kihasználja a Xi Jinping kínai és Vladimir Putin orosz elnök távollétét a G20-ak indiai csúcs találkozóján, hogy jóváhagyja az Afrikai Uniónak a G20-ak csoportjába való felvételére vonatkozó kérelmét. Számolt be a Blomberg saját forrásaira hivatkozva, közölte az Espresso. A 27 tagú blok szeretné megmutatni, hogy a gyarmatosítás nehéz öröksége ellenére komolyan gondolja az Afrikával partnerség felülvizsgálatát. És a szeptember 9-10-i indiai találkozón az európai vezetők szeretnék jóváhagyni az afrikai unió kérelmét, hogy a g 20 állandó tagjává váljanak. Az állandó tagság a meghívott nemzetközi szervezet státusz helyett az afrikai uniónak az EU-val azonos státuszt biztosítana. Szintén az új Delhi találkozó napirendjén szerepel az ukrajna elleni orosz háború a globális élet ermenzés biztonságra gyakorolt következményeinek megvitatása is, amely helyzet súlyosbodással fenyeget, miután Putin megtagadta a Gabona szerződés újraindítását. A szeptember 9-i tárgyalásokon Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Charles Michel, az Európai Tanács elnöke és Olaf Scholz német kancellár vesz részt. Afrikai részről a G20 tag, Dél-Afrika, valamint Egyiptom, Nigéria és az afrikai Unió jelenlegi elnöki tisztét betöltő Kamarszigetek vezetői vesznek részt.